annak a 44 éves zenésznek is, akit már 3 éves korában csodagyerekként ünnepeltek, és akit a szakma röviden csak így jellemez, a jazz király. Budapest vendége volt Keith Jarrett, aki azzal lepte meg most a közönséget, hogy nem csak jazzt, hanem első este Bartókot és Mozartot is zongorázott. Riporternek a magyar muzsikust Vukán Györgyöt kértük fel. Így ami most következik, arra azt is mondhatnánk, zenészek egymás között beszélgetnek. Mondd két. Nem féltél attól, hogy Európába gyere klasszikus zenét játszani? Elnézést ezért a kérdésére. Nem, ez egy jogos kérdés. Mint tudod, Európában hagyományai vannak a klasszikus zenének, és ha én lennék a te helyedben, nyilván te is feltennéd nekem ugyanezt a kérdést. Igen, tisztában vagyok vele, hogy már maga ez az ötlet, hogy bemutatkozásképpen itt Budapesten Mozartot és Bartókot játszam, elég furcsa ötlet, bár igazából a premier már megvolt Stockholmban, úgyhogy már belekóstoltam. De én azt gondolom, elsősorban a zene a fontos, és nem az, hogy hol játszunk. Azt gondolom, hogy nincs klasszikus zene, mint jazz. Csak zene van, és a lényeg zenélni. De azt elismerem, hogy Európa mégiscsak kihívás. Szerintem is. Európában van egy hagyományos kifejezési mód a klasszikus művek értelmezésében. Furcsa érzés. Ugyanilyen érzésem volt nekem is, amikor 4-5 évvel ezelőtt nálatok jazz kellett játszolom. Képzelem, kemény dolog lehetett. Ez talán még az enyémnél is őrültebb vállalkozás. Neked lételemed a rögtönzés. Én csak olyas valakivel tudok improvizálni, akivel nem csak a zenében, de talán az életben is közösek az érzések. Éreztél már hasonlót? Éreztem, bár nem mindenkinél. Ez nem törvényszerű. Nagyon jól tudtam együtt játszani olyan zenészekkel is, akikkel egyébként a világ dolgaiban nem értettünk egyet. Bár igaz, hogy elvileg, főleg ami a zenét illeti, azonos hullámosszon voltunk. Talán úgy fogalmazhatnék, hogy ha a lényegben egyetértünk, akkor nem lényegesek az apróbb különbségek. A lényeg az atmoszféra. Amikor a triómat összeállítottam, akkor az első fellépés előtt elmentünk vacsorázni. Az utolsó triódra gondolsz, Jack-kel? Igen, 1983-ban leültünk, és azt mondtam, ha mindenki ugyanazt akarja kifejezni a zenéjével, amit én, akkor indulhat a lemezfelvétel, hanem akkor felejtsük el az egészet. És itt nem a zene birtoklásáról volt szó, hanem bizonyos alapkövetelményekről, amelyek mindenkire vonatkoznak. Követelményekről? Igen, a jazz nem lehet kisajátítani. Nem lehet azt mondani, hogy most ez a mi zenénk, kizárólagosan csak a miénk, hogy ez minket, csak minket jelent. Ez nagyon kemény dolog. Valóban kemény. Ha az ember megkísérel feleletet kapni a világra, akkor azt hiszem, a zene is része kell, hogy legyen ennek a magyarázatnak. Ugyanakkor, ha a zenét meg tudnánk magyarázni, ha tudnánk, hogy mi a zene, akkor többet nem lenne szükség zenére. Azt hiszem, ha mindent megértenünk, kevesebbek lennénk, mint ha csak éreznénk a dolgokat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben hasonlóképpen gondolkozunk. Ugyanakkor az évek során rádöbbentem arra az igazságra is, hogy az ember legszemélyesebb érzései egyben a legegyetemesebbek is. Úgyhogy, ha el akarunk jutni a többiekhez, akkor elég, ha eljutunk a saját legszemélyesebb érzéseinkhez. A kettő ugyanaz. És ebben rejlik az improvizáció titka. Az improvizáció az én értelmezésem a világról, az én legbelsőbb érzéseim kisugárzása, továbbadása.
Ez nálam az imádság formája. Ha siker. Hát pontosan ez az. Tudod, én is mindig úgy érzem, főleg ha improvizálok, hogy hit nélkül kevesebb mérlek. Hogy hit nélkül nem tudok ugyanolyan jól játszani. Ismerek olyan zenészeket, akik kiválóak, technikailag bármit képesek eljátszani, amit csak akarnak. Épp csak nem hisznek abban, hogy nekik játszaniuk kell. Ha az ember azt mondja nekik, azért vagy frusztrált, mert nem hiszel semmiben, akkor azt mondja, igen, nem hiszek. Így aztán élete végéig nagyon jó zenész lesz, de sohasem fog igazi zenét játszani. A minőség iránti vágy persze kihívást is jelent, erkölcsi és szakmai értelemben. Ilyen kihívást vállalt a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, amikor ősbemutatóként színre vitte Victor Hugo hatalmas regényfolyamát, a Notre-Dame-i toronyőrt.